A március 1-től megváltozott szociális ellátórendszer Péceli vonatkozásait, így a települési és a rendkívüli települési támogatást is górcső alá vette interjúalanyunk. Ez Pécel lakosát szerintem két jelentős momentumban érinti. Az egyik, hogy akik eddig úgynevezett aktív korú ellátást kaptak, tehát foglalkoztatás helyettesítő támogatást, illetőleg a régi nevén a rendszeres szociális segélyt, március 1-től nem itt a szociális irodán, hanem a járási kirendeltségen tudják intézni ezen ügyeiket. Én azt hiszem, hogy Pécel ebben a tekintetben egy kicsit kitüntetett helyzetben van, mert a lakosoknak mindössze egy másik épületbe kell menni, és a korábban már megszokott ügyintézési határidőben ott tudják a járási kollégáknál ezeket az ügyeket intézni. Nos, mivel jelentősen megváltozott a szociális ellátórendszer, Pécelváros önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy nem a régi úgynevezett szociális rendeletet tódozza-fótozza, hanem egy új rendeletet, a 8/2015-ös számú rendeletet alkotott meg, ami március 1-től hatályos, és tartalmazza mindazon dolgokat, amelyeket a szociális törvény, illetőleg a helyi ellátórendszer biztosít a számukra. Két lényeges részre osztanám. Az egyik egy adható támogatás, amelynek az összefoglaló neve a települési támogatás, a másik pedig az úgynevezett rendkívüli települési támogatás. Ez az egyetlen egy települési támogatási forma, ami az önkormányzatoknak kötelező jelleggel kell adni, hogyha a család vagy az egyén életvitelében gyermekelhelyezéssel, gyerekkel kapcsolatos iskoláztatással, várandósággal, vagy akár pénzügyi dolgokban olyan élethelyzetbe kerül, hogy azonnal intézkedés kíván, függetlenül attól, hogy pécceli vagy nem pécceli lakos, akkor itt az önkormányzatunk természetesen a megfelelő eljárás kérelem lebonyolítása után segítséget nyújt ennek az egyénnek vagy a családnak. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a támogatási forma kötelező. A települési támogatások egy másik ugyan nagy csokor, ez adható támogatás, és igyekeztünk mindazokat a korábbi régi elnevezési támogatási formákat és kondíciókat megőrizni, ami korábban volt. Az egyik a létfenntartási támogatás, létfenntartási települési támogatás, amelynek a nevében is benne van, hogy szintén az egyén életvitelével, iskoláztatással, anyagi helyzetével, esetleges betegséggel összefüggő olyan élethelyzet, amelyen a péceli régi értelemben vett állandó lakóhelyű polgárokat szeretnénk támogatni. Itt a tartózkodási helyen rendelkezők már ezt a támogatási formát nem igényelhetik. A másik ilyen támogatás a lakhatással, lakhatási települési támogatás. Ennek a lényege az, hogy a különböző közműszolgáltatóknál víz, villany, csatorna, esetleg gáznál, ha elmaradásuk van, illetőleg fizetési nehézségük van, akkor úgynevezett lakhatási támogatást nyújtunk, elsősorban abban a vonatkozásban, hogy a közműszolgáltatók felé a megállapított, tehát a határozatban megállapított összeget átutalja az önkormányzat. A következő támogatási forma az egészségügyi ellátással, tehát egészségmegőrzéssel kapcsolatos települési támogatás, amelynek kettő fajtája van, gyógyszertámogatás, illetőleg méltányos közgyógyellátás. Ez utóbbinál meg kell jegyeznem, hogy a méltányos közgyógyellátással csak akkor tudunk foglalkozni, ha a járási hivatal az adott kérelmezőnek az eredeti közgyógyellátási kérelmét jogerős határozattal elutasította. Akkor még van lehetőségünk az állampolgároknak hozzánk fordulni. Sajnos Pécelen is többször előfordul, hogy halálesettel összefüggésben a család vagy az eltemettetésre kötelezett személy nem képes teljes egészében a temetési költségeket vállalni. Ez a következő támogatási formánk a temetési települési támogatás. Itt a képviselőtestület úgy döntött, hogy amennyiben a kérelmező rászorul, egységesen 20 000 forint támogatást tud nyújtani. Meg kell jegyeznem, hogy az egyéb formák, tehát például a köztemetés, amit adott esetben a polgármester úr rendel el, vagy a jegyző hatáskörébe tartozó rendszeres gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos szabályok, eljárásrendek, kérelmek nem változtak. Talán még ide tartozik, hogy fontos,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatással összefüggő úgynevezett óvodáztatási támogatás, az szintén a jogszabály erejénél fogva 2015. szeptember 1-től megszűnik. Ennek a megszűnésnek egyetlen egy praktikus oka van, hogy 2015. szeptember 1-től valamennyi augusztus 31-ig 3 éves kort betöltött kisgyermek óvoda köteles lesz, és éppen ezért az úgynevezett óvodáztatási támogatás ilyen értelemben értelmét vagy hatályát veszti. Minden egyes kérelem nyomtatványt átdolgoztunk. Mindent megpróbáltunk megjelentetni részben a Pécel honlapon, részben az újságban, illetve különböző szórólapokon. Én arra kérem Pécel lakosságát, hogy érdeklődjön egyfelől a családsegítő gyermekjóléti szolgálatnál, másfelé pedig természetesen itt nálunk ügyfélfogadási időben. Mivel ez a támogatási formák közpénzt használnak fel, az önkormányzat közpénzét éppen ezért nagyon szigorú eljárásrendet vezettünk be azért, hogy mindenkitől a személyes iratai, tehát személyigazolvány, adótájkártya, lakcímkártya, ami ugye néhány perccel ezelőtt elmondtam, ez nagyon fontos lehet, ezeket az iratokat bekérjük, és természetesen a különböző kérelemnyomtatványokat értelemszerűen várjuk kitölteni. Megint csak hangsúlyozom, hogyha segítséget igényelnek, vegyük igénybe a családsegítő munkatársait.